Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! Ha anyanyelvünket meg akarjuk tartani, nem tudunk nem beszélni a felsőfokú oktatásról. Hál' Istennek manapság már Szatmár Németiben is beszélhetünk magyar nyelvű felsőoktatásról, és amint azt már többször is bemutattuk, a Bába és Bolyai Tudományegyetem szatmári fióki rendeltségénél két kar is működik magyar nyelven. Üdvözlöm mai vendégeimet, Vásárhelyi Gabriellát, aki közigazgatási szakon tanul, Fritz Szabolcsot, a Bábesbolyai Tudományegyetem tanárát, pontosabban dr. Fritz Szabolcsot, elnézést, és Juhász Emesét, aki pedagógiai szakon tanul. Üdvözlöm Önöket, üdvözöllek benneteket. Milyen Szatmáron egyetemistának lenni? Én nagyon szeretem a Szatmári Egyetemet, és nagyon nagy pozitívumnak tartom, hogy közel van, tehát nem kell különösebb erőfeszítést megtenni, hogy eljöjjek Szatmárig, mint például a kolozsvári egyetemekhez képest, ahol oda is kell költözni. Így az otthonomból tudok eljárni, ingázom, és nagyon nagy pozitívumnak tartom. Milyen távolságról ingáznak általában a kollégáim? Én 16 kilométerre lakom a várostól. Vannak, akik távolabbról is jönnek? Vannak, akik távolabbról, de általában ennyi vagy van, aki közelebbről is. A pedagógia szakon általában, legalábbis régebben, nagyon sok volt az olyan hallgató, aki már dolgozott, aki tanítóvónőként dolgozott, de nem volt felsőfokú végzettsége. Mi a helyzet manapság? Hát manapság ugye én nappali tagozaton vagyok, nálunk az évfolyamról egyetlen a nő van, aki dolgozik, a többiek most harmadév végén foglaltak állást, mint helyettesítő, de nagy részünk nem dolgozik még. Ez általános jelenség most már a Bolyai Tudományegyetemen? Nagyon jó volt ez a felvetés, hogy a rendszerváltás után, amikor beindult az egyetemi képzés, akkor volt egy nagy piaci hiányrés, hogy egyrészt a pedaliceumot végzettek, és a törvényi változásnak a megfelelően tudtak felsőfokú képesítést szerezni, másrészt meg volt egy, az meg egy értelmiségi hiány itt Szatmáron, hogy olyan állásokat közigazgatásban, de nem csak amelyek felsőfokú végzettséget igényeltek, akár jogi jártasságot, azokat, és akár már benne dolgoztak a rendszerben, tehát a polgármesteri hivataloknál, vagy éppen a közigazgatási törvénynek az új kihívásainak megfelelve, ezek a bent lévő, rendszerben lévő munkatársak jöttek be az egyetemre, de ez a 2000-es évek végén ez úgy kifulladt, olyan értelemben, hogy átadták a helyüket a frissen végzetteknek, akiknek nem is annyira munkatapasztalata van, viszont hogy frissen kilépve a középiskolából ebben a tanulási módszerben nagyon szépen folytonosságban nem hagynak ki éveket, hanem szépen ügyesen felvételiznek és ebben a ritmusban folytatják a tanulmányokat. Most már sokkal inkább ez jellemző, hogy egy fiatalos, dinamikus egyetemista társaság van ma már itt a Bábesbolyai Tudományegyetemen. A tanároknak könnyebbséget jelent ez? Könnyebbség, illetve az előző tapasztalathoz képest nagyobb kihívás mindig egy dolgozó egyetemistának az órarendet úgy alakítani, hogy megfelelő legyen. Egy olyan rendszerben, ahol tényleg nappali tagozaton 100%-ban az egyetemre koncentrálva, annak élve tudnak órát látogatni, ott sokkal könnyebb órarendet összeállítani, és látszik az órákon a jelenléten is, hogy ott tudnak lenni a maguk teljességében, és az oktatásnak a hatékonysága sokkal nagyobb egy ilyen társaságban, ahol mindenki főállásban egyetemista. Ehhez viszonyítva azért kimondhatjuk nyugodtan azt, hogy vágjon bele az is, aki dolgozik, és még nincs
főiskolai végzettsége? Én azt gondolom, hogy a szatmári kirendeltségnek ez lehet az egyik erősség, ez a fajta rugalmasság, amit irigyelnek is. Tehát most Váradon indították azt, hogy óralátogatási kedvezményt adnak azoknak, akik dolgoznak például. Ez itt Szatmáron, ebben a rugalmasságban ez könnyebben elérhető, tehát akinek munkahelye van, annak is, és szeretne egy megfelelő képesítést szerezni magának, annak is jó szívvel tudom ajánlani, mert olyanok az órarendek, és annyira rugalmasak tudunk lenni, hogy nem a tanításnak a kárára, vagy a hatékonyságára, de figyelembe tudjuk venni az egyéni kéréseket is, és akár egyéni tanulmányi segítséget tudunk biztosítani azoknak, akik dolgoznak. Manapság is nagyon sokan vannak még, akik azt mondják, hogy nem tudok egyetemre menni, mert dolgozom, és elveszíthetem a munkahelyet, vagy nem tudom végezni az iskolát, de mindezek ellenére ott van, ott lebeg felette, hogy ha nem teszek semmit, akkor el is fogom veszíteni a munkahelyemet. Tudnak-e tanulni a diákok, tehát kollégáitokat látván, tudnak-e megfelelően órákat látogatni azok, akik dolgoznak is? Én jelenleg nem dolgozom, viszont az évfolyam társaim nagyon sokan dolgoznak. És ahogy látom, tudnak alkalmazkodni, és munkahelyel együtt is ott tudnak lenni az órákon, részt vesznek, és próbáljuk őket segíteni az anyaggal is, meg mindennel, hogy ne szenvedjenek semmiben sem hiányt. Szóval részt tudnak venni úgy, hogy dolgoznak hátrányuk nélkül. Milyen látogatottságot igényel a Szatmári Főiskola? Milyen százalékban kell jelen legyenek a diákok, a hallgatók az órákon? Tudni kell, hogy ellentétben mondjuk a középiskolával itt megkülönböztetnek szemináriumot, illetve előadást. Az előadás egy frontális jellegű tanítási módszer. A szemináriumok viszont a diákoknak a munkájáról, egy dinamikusabb módszerről van szó. A szemináriumoknak a jelenléte, az szeretjük a 70-75%-ban kérjük, tehát ott van a hangsúly, és ott szeretjük látni, hogy a diák dolgozik, odahoznak projekteket, vagy akár a szemináriumokon belül történnek valamilyen bemutatások. Az előadásokon ott 50%-os jelenléttel is tudnak vizsgára jelentkezni. Természetesen azért a szempontnak a kritérium rendszerben figyelembe szokták azt venni, hogy akár az óra látogatás százalék 1-2 pontot pluszban is jelentett, tehát próbáljuk motiválni a diákokat mindenféle módon, hogy legyenek jelen az oktatási tevékenységekben. Értem ezt úgy, hogy akkor hátrányt jelent azoknak, akik nem tudnak jelen lenni? Nem, inkább... Vagy aki komoly okok miatt, tehát munkahely, gyerek, stb. Ilyesmi miatt vannak, szóval hiányoznak, azért arra tekintettel vannak a tanárok. Én megfordítanám egy picit, hogy az, aki dolgozik, értelemszerűen nem versenyzik ösztöndíjakért. Tehát itt azért is el kell mondani, hogy itt ugyanolyan ösztöndíjat kapnak, mint más egyetemi városokban, évfolyamonként a legjobb diákok. És azt gondolom, az teljesen természetes, hogy azok, akik a teljes idejüket a tanulmányikra fordítják, nincsen más jövedelmük, azok kapjanak ilyen tanulmányi ösztöndíjat, és ez valahogy így alakult ki a képzési rendszerben, hogy a kritériumrendszer ezeknek tud kedvezni, de az ösztöndíjak miatt. Tehát nem azt jelenti, hogy aki dolgozik, az nem tudja teljesíteni a vizsgáit, hanem jegyekben vannak különbségek, hogy próbáljuk egy picit pozitívan diszkriminálni, nem hátrányosan megkülönböztetni a dolgozókat, hanem picit pozitívan diszkriminálni azokat, akik tényleg teljes időjüket ideáldozzák. Tehát a nulla tengely az valahol ott van, ahol a dolgozó. Így van, és a felett. Így van. Tehát így van. Pozitívumként kell azt megítélni, hogy lehetőség van erre Igen. is. Tehát ugyanez a helyzet az államilag finanszírozott helyekkel is? Elveszítheti-e egy diák az államilag finanszírozott helyét? Igen, ebben az új rendszerben figyelembe veszik a kreditpont rendszert van, hogyha fél évente vagy akár egy év alatt nem gyűjt össze megfelelő kreditet, ez mondjuk olyan 31 évben, akkor ez azt jelenti, hogy 2-3-4 vizsgája nem sikerül egy évben, akkor annak ellenére létszámtól függetlenül elveszítheti az állami támogatást. Úgy van felépítve a rendszer, hogy nagyon szépen tudja motiválni a diákokat
a jelenlétre, a tanulásra, hogy ha tényleg komolyan veszik, akkor tényleg ösztöndíjakhoz juthatnak, a képzésük tényleg magas színvonalú lesz. Ha viszont ha nem veszik elég komolyan, akkor van egy ilyen önszelekció. Tehát egyszerűen akkor a rendszer kirostálja őket, ami azt gondolom, hogy teljesen természetes is. Tehát valamilyen minőségbiztosítást be kell vezetni az egyetemen is, ami így van megoldva. Bolognai rendszerben valamennyi helyen ugyancsak a kreditpont rendszer van érvényben, hozzávetőleg hány kreditpontot szerezhettek egy-egy vizsgával, egy-egy szesszióban összesen? Hát én úgy tudom, hogy nálunk a 30 kreditpont, ami meg kell legyen ahhoz, hogy átmenjünk minden vizsgán. Tehát fél év végére össze kell gyűjteni a 30 kreditpontot. Én még hozzáfűzném a hiányzásokhoz, hogy nálunk nappali tagozaton lehetőség nyílik arra is, hogy bepótoljuk. Tehát ha nem vagyunk jelen az órán, akkor gyakorlatias jellegű feladatokkal be lehet pótolni az elmaradott anyagokat például. Vannak pótlókurzusok is esetleg? Igen, lehetőség nyílik arra, hogyha egy nappali tagozatos diák valamilyen oknál fogva, például mert az egyetem mellett dolgozik, nem tud jelen lenni az órákon, akkor akár a távoktatásokkal is mehet. Jelenleg Szatmárnémetiben működik-e távoktatás bármilyen szakon is magyar nyelven? Igen, hát itt említette a kollégina, hogy a óvó tanítóképzőn nagy hagyománya van a távoktatásnak, a már említett dolgozó pedaliceumi végzettséggel rendelkezők még mindig szívesen választják a távoktatást is, és szép számmal vannak jelentkezők, és magyar nyelven is működik. A közigazgatási karon nem működik magyar nyelven, román nyelven működik egy szakhoz kötődő mesteri, az már egy picit szakosodást is jelent, tehát hogy ugye a mesteri képzés próbál valami újat vinni a képzési rendszerben, és nálunk is tovább lehet tanulni mesteri szinten, de csak román nyelven. Itt talán az a különbség, hogy mi bátorítjuk, és a Corvinus Egyetemnek a betanító tanárai révén nagyon jó kapcsolat van a Budapest Egyetemet, tehát számos diákunk például Budapesten tudja folytatni a mesteri képzését, vagy éppen akár egy részképzéssel, egy ösztöndíjjal évközben is ki szoktak menni diákok, egy-egy fél évet kint tanulnak, az ott szerzett kreditpontokat és a vizsgákat mi meg el tudjuk ismerni. Tehát, hogy ez úgy szépen működik. A partner kapcsolat alapján. Igen. Milyen az átjárhatóság a magyar és a román tagozat között? Egy magyar tagozaton végzett hallgató mesteri képzésre jelentkezhet-e román szekcióra, vagy milyen sikerrel jelentkezhet? Nagyon friss élmény bennünk, most vagyunk az akkreditáció folyamatnak a végén, ezt időközönként meg kell ismételni, ez a minőségbiztosításhoz hozzátartozik, és kifejezett kritérium, hogy a képzési rendszerben a tantárgyak között nem lehetnek különbségek. Tehát a tantárgyaknak nem csak a neve, hanem tartalomban is meg kell egyezzen. Amikor harmadévre mind román, mind magyar szakon végeznek az egyetemisták, akkor ugyanazzal a tudásbázissal rendelkeznek, semmilyen hátrányban nem szenvednek a mesteri felvételén, nincsen semmilyen megkülönböztető kritérium, hogy milyen nyelven végezték az egyetemen. Tehát a mesteri képzésekre rendszerint egy motivációs levéllel és mondjuk a licenc vizsgának az átlagával lehet felvételizni, és semmilyen kritérium nincs, hogy akár német, angol, magyar nyelven végezte az illető az alapképzését, és szép számmal választják is a tovább tanulni szándékozók ezeket a mesteriket, vagy akár más mesteri programokat is, nem csak szakon belül. A hétköznapi életben hogy érzitek, mit jelent számatokra az, hogy magyarul tanultok tovább? Számomra ez egy nagyon jó lehetőség, hisz magyar az anyanyelvem, és nagyon szerettem volna magyarul tovább folytatni a tanulmányaimat. Így szerintem nagyon jó, hogy a Bábes Bújainak van ilyen magyar szaka, amire be tudtam iratkozni. Ha nem lett volna ez a lehetőség, úgy érzed, hogy tudtál volna tovább tanulni? Román nyelven mondjuk. Hát itt Szatmáron szerintem nem. Szerintem ez volt az egyetlen lehetőség, amiért tovább tudtam tanulni, hogy magyarul van. Románul nem vállaltad volna? Nem hiszem. Én sem vállaltam volna román nyelven. Úgy érzitek, hogy
hogy kicsit sok lett volna? Tehát nem kapjátok meg a középiskolába a megfelelő román nyelvi ismeretet ahhoz, hogy románul tanulhassatok tovább, vagy pedig inkább jobban szeretnétek magyarul tanulni? Én nem tudom elképzelni azt, hogy ne az anyanyelvemen tanítsak. Tehát nekem az a legfontosabb, és szerintem úgy tudom a legjobban átadni az ismereteimet, hogyha az anyanyelvemen tanítok, és úgy is tanulok. Óvónő leszel, vagy tanítónő? Inkább tanítónő szeretnék lenni. A képzés nálatok egy síkon folyik a tanítónőknek és az óvónőknek is, vagy egy adott pillanatban szakosodtok? Tehát nálunk úgy van, hogy kettős képzésben részesülünk, és a gyakorlatok során is be vagyunk osztva, először óvodában, majd iskolában is, utána cserélünk. Tehát megvan adva az a lehetőség, hogy az óvónői és a tanítónői szakmát is megismerjük. Tehát akkor bármi adódik, később be tudjátok vállalni, igen. Függetlenül attól, hogy eredetileg mit szerettél igen. volna. Igen. Van-e még más szak is szatmár németiben, magyar nyelven? Van-e hasonló perspektíva, vagy egyáltalán van-e rá igény? Azt érzékeljük, hogy hát az oktatás, vagy a képzésnek is van egy piaca. Most már évek óta tárgyalunk a kolozsvári székhelyel, hogy frissítsük az oktatási kínálatot magyar nyelven, tehát olyan szakot indítsunk, amire igény lenne itt Szatmáron, és azt gondolom, hogy itt a végzős fiataloknak, mint ott Gabriel is elmondta, hogyha magyar nyelven tudnánk egy színvonalas képzést biztosítani, akkor lenne rá jelentkező. Én is azt érzékelem, hogy egy egyetemi városban való továbbtanulás, az a családoknak egy olyan financiális megterhelés, amit nem mindenki tud vállalni. És egy jól működő társadalomban biztosítani kell a társadalmi mobilitást minden családnak. Ezt a társadalmi funkciót vállalják fel a Bábesbolyainak a kirendeltségei. Évek óta itt a Szatmáron egy olyan szellemi, értelmiségi réteget próbálunk képezni, és itt tényleg jó példa a mind a két szakon tanuló diákok, akik máshol, más egyetemi városban azt az anyagi megterhelést nehezen vagy nem szívesen vállalta volna a család, és itt Szatmáron jó színvonalon tud egy olyan képesítést szerezni, ahol a családhoz képest ők azért egy nagyon szép társadalmi mobilitáson tudnak keresztül menni. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy az évfolyamokon ki az, aki első generációs értelmiségi lesz, ki lesz az, aki a családjában először fog egyetemi diplomát kapni, és itt Szatmáron évek óta el kell mondani, hogy 95%-a a végzőseinknek első generációs értelmiségi. Ez mindenhol Európában példaértékű lehet, hogy ilyen szép társadalmi mobilitásban tudunk partnerei lenni ezeknek a családoknak. Tehát érezzük egyrészt, hogy frissíteni is kell, de ez sok szempontú dolog, mert érdekek és ellenérdekek is vannak, de mindenképp a közösségnek fontos az, hogy Szatmáron magyar nyelvű egyetemi képzés legyen. Nem csak a képzésről szól, hanem hozzá kapcsolik a társadalmi mobilitásnak a kérdéséhez is. És ez tényleg a gyakorlat ezeket igazolja. Ifjúsági társaságokban nagyobb szinten, tehát nem kifejezetten csak a saját kis hétköznapi megszokott évfolyami társaságban. Hogy érzitek, hogy vagytok megítélve? Teszem azt az egyetemi központban végző vagy tanuló diákokhoz viszonyítva. Hát szerintem mindenki a másik munkáját látja a könnyebbnek. Hát először mindenki azt gondolja rólunk tanítóképzősekről, hogy na elvégzik a 3 évet, aztán milyen jó nekik, elmennek reggel 8-ra, 12-ig egyik gyerekek között vannak. Hát nem ennyiből áll. Tehát nevelünk, tanítunk, és azért felelősség. És a többi diákokhoz képest őket jobb szemmel nézik esetleg a többi fiatal? Hát nem kifejezetten. Tehát épp úgy vagytok ti is elfogadva, épp úgy egyetemisták vagytok, mint ők. Igen. Csak annyi, hogy itt hiányzik a kollégiumi élet. Nektek hiányzik ez? Nem. Én ingázom, de azt mondom, hogy így a legjobb. Van-e itt társasági élete egy fiatalnak?
Szerintem van, lehet. Vannak rá lehetőségek, igen. Szerveztek szórakozási. Hát például a saját évfolyamomat figyelembe véve, tehát az osztálytársaimmal, nagyon jóban vagyunk egymással, és el tudunk menni így akárhova közösen, mert jó a viszonyunk egymással, tulajdonképpen ilyen közös programokat is tudunk szervezni. Van kulturális élet az egyetem keretén belül? Azért, még a lányok gondolkodnak, azért ez fontos, amit itt Gabriella elmondott, én azt látom tanárként, mert nyilván ez egy diák program, hogy nagyon sokszor vannak megbeszélt találkozók, amikor kurzusok, szemináriumok után kávézóban egy teje mellett nagyon szépen el tudnak beszélgetni, aminek közösségépítő ereje van. És én azt emelném, hogy ez egy informális hálózatépítés. Az 2-3 év múlva olyan hivatalokban fognak dolgozni, ahol erre irtózatosan szükség lesz az információ cserére, a hálózatépítésre, és hogy ezek a programok, amelyek az egyetemen kívül szerveződnek, azok ezt a hálózatépítést tűzik ki célul. Nagyon fontos ugyanúgy a pedagógia szaknál, ahol tudjuk, hogy a gyerekek óvodából, iskolából szintet váltva nagyon fontos az, hogy kézből kézbe, ismerőstől ismerőshöz kerüljenek, és hogy a pedagógus hálózat itt szakban is nagyon-nagyon jól működik, hogy tudnak információt cserélni, együtt járnak továbbképzésekre, sokszor ezek a kollegiális kapcsolatok nem is érnek véget az egyetemmel. Nagyon örülök mindig, amikor az egyetemi tanárok akár saját projektjékben, pályázatokban be tudják vonni a diákokat. Nem olyan régen volt egy folyóirat bemutató az egyetemnek a keretében, ahol kifejezett célunk is, hogy megszólítva tehetséges diákokat publikálási lehetőséget tudjunk biztosítani. Itt beszélünk most a Sugárútról. Így van, ahol közreműködünk a pedagógiai és közigazgatási szakról is szerkesztőként, és hogy az az egyik célunk, hogy olyan kutatások vannak államvizsgaként, amelyek kár, hogy csak az államvizsga keretében maradjanak meg, egy közösséget tudnak megszólítani, és közérdekű témákat is kutatnak. Itt talán majd elmondják a kolléginák is, hogy miből írják a szakdolgozatukat, de szeretnénk, hogyha Szatmár közösségében a releváns témákat megismertetnénk az arra kíváncsi olvasókkal. Azt hiszem, hogy a helyi jellegű témák legfőbbképpen a közigazgatáshoz tartoznak, vagy legalábbis ott legjobban fellelhetőek. Igen. Mikkel foglalkoztok, miket fedeztetek fel, amiket eddig úgy nem vettetek volna észre? Hát, hogy például egyes személyeknek milyen nagy szerepe van a közigazgatásban. És a tanárok erre rámutattak nekünk. Szóval nagyon sok mindent megtudunk, amit egyébként még nem tudtunk. Bevezetnek tulajdonképpen a kulisszák mögé. Apropó, mikor közigazgatást választasz, akkor legtöbb diák azért válassza, mert ez van. Nagyon sokan nem tudják, hogy mit fedez. Mit is rejt az a tény, hogy közigazgatást végzel, mi leszel, ha nagy leszel? Talán mielőtt még Gabriel gondolkodik, itt fontos elkülöníteni, hogy MS egy hivatás szakmát tanul. Tehát erre szokták, hát ha valami hivatás szakma, akkor a tanítóvonni képzés ez egy hivatás szakma, ami egy kicsit ilyen alagútszerű képzés is, hogy akkor oda bemennek, és akkor látják a fényt az alagút végén. Míg a közigazgatás szakot nem is szoktuk hivatás szakmának hívni, mert a foglalkoztatási olója sokkal nagyobb. Tehát a pályázatírástól elkezdve a közigazgatási intézmények különböző fokozatain, de akár most üzletvezetők is eszembe jutnak, hogy saját vállalkozásba kezdenek, mert van egy olyan jogi képesítésük, amit tudnak, hogy tulajdonképpen a választásnál én is érzem ezt a ködösítést, hogy nem nagyon látják, vagy nem olvasnak utána, mert egyébként a tantervi anyagok azok publikusak, de ahogy a kérdési rendszerbe bekerülnek, azt veszem észre, hogy mindenki megtalálja azt a kapcsolódási pontot, ami a tantárgyakban meg tudja azt az érdeklődési kört szólítani, amiben el tud mélyedni. És aztán majd azon az úton végighaladva, az államvizsgán, vagy akár a mesterén, meg tudja azt a pontot találni, amiből aztán meg tud élni.
És ez nem biztos, hogy a közigazgatáshoz köthető, vagy nem csak oda köthető. Mennyiben volt rálátásod akkor, amikor te ebbe belevágtál? Hát én utána olvastam ennek a közigazgatásnak, és tulajdonképpen, amikor így nekikezdtem az olvasásnak, nem sok mindent tudtam róla, és azután informálódtam inkább. És mi volt, ami megragadott belőle? Ezek a közigazgatási intézményekben, hogy ott állást foglalhatok. Tehát köztisztviselői állásra gondolsz esetleg a későbbiekben? Nem feltétlenül, de mindenféleképpen valami irodai munkára. Mert nagyon sokan azzal indulnak neki, hogy én postai dolgozó szeretnék lenni, és azért végzek közigazgatási szakon, holott amikor kikerül, akkor már logikus, hogy 3 év után nem ugyanaz lesz az igény, mint akkor, amikor ezt elkezdte, és ha nem talál magának megfelelő utat későbbre, akkor valahogy elveszve érzi magát, mert ő nem lehet postai dolgozó. Segítenek ebbe a tanárok? Hát a tanárok mindenféleképpen próbálnak utat mutatni. És szerintem ez egy nagyon nagy pozitívum még, hogy mivel nem vagyunk olyan sokan az évfolyamban, a tanárok kivételesen oda tudnak figyelni mindenkire. Mindenkit ismernek, mindenkiről tudnak valamit, tudják, hogy milyen a személyiségünk, és sokat tudnak segíteni ezáltal. Pedagógia szakon legtöbben úgy indulnak, hogy én ezt szeretném. Vannak, akik időközben rájönnek, hogy valahogy azért mégsem ez az, ami nekem bejön. Igen, nálunk is az évfolyamon így volt. Első évben ott hagyták. Elmentek külföldre, mert a pénz vonzotta őket. Szerintem ez butaság. Tehát most itt vagyunk 3. év végén, és mindenki azt mondja, hogy maradni akar. Tehát a lehetőségeket nézve is adódik állás, és megéri maradni. Mert azért végeztük el, mint mondtam, ez egy hivatás. Tehát gyerekek között vagyunk, tudjuk azt, hogy mi a dolgunk. A 3 év alatt tényleg felkészültünk, és senki nem mondta azt az évfolyamról, hogy ott hagyná azért, hogy elmenjen Németországba mosogatni például. Ti találkoztok gyakorló tanítónőkkel, igen, gyakorló óvónőkkel is közben, és feltételezem, hogy nem egy-két gyakorló végzett szakemberrel találkoztok. Befolyásolja-e ez azt, hogy ti később hogyan gondolkodtok a szakmátokkal szemben? Hát mindenféleképpen befolyásolja, mert ugye, ahogy eltetszett mondani, nagyon sok pedagógussal találkozunk úgy óvodában, mint iskolában, és a gyakorlatok során különböző személyiségeket ismerünk meg. Van, aki sokkal gyorsabb tempóban dolgozik, ilyenkor rájövünk mi is, hogy mivel egy felgyorsult világban élünk, nekünk is sokkal rugalmasabbnak kell lenni a gyerekekkel kapcsolatban, és pörgősebben kell. Van olyan pedagógus, aki nagyon az esztétikára helyezi a hangsúlyt. Tehát össze kell őket egy picit vegyíteni, mert ez a fontos a pedagógiában, hogy minél színesebben tanítsunk, és a gyerekek is minél több mindent kapjanak tőlünk, mert én úgy gondolom, hogy csak akkor lehetnek igazán jó felnőttek majd, hogyha a látókörük is széles, és ezáltal tehát biztosítva van nekik is, és nekünk is, hogy jó oktatásban részesülnek. A tanár úr foglalkozott kisebb diákokkal is valamikor, most amióta... Most is. amióta nagy lett, és doktorátust is végzett, azóta hát nagyobb diákok között van. Miben különbözik a két korkategóriával a foglalkozás? Azt gondolom, hogy amire rájöttünk talán egy kicsit későn itt Romániában is, hogy a korai fejlesztésben nagyon nagy potenciálok vannak. Most már az OECD vagy különböző szervezetek hangsúlyozzák, hogy sokkal fontosabb az, hogy hamarabb bekerüljünk egy oktatási intézménybe, mint hogy sokáig ott maradjunk. Tehát nem a korhatárt kell kitolni a kötelező oktatásnak, hanem arra kell odafigyelni, hogy már óvodában országonként kötelező óvodai oktatás legyen,
mert annyira szenzitív ez az időszak, ez az óvodáskor, hogy ott nagyon plasztikus, nagyon sok készséget lehet fejleszteni. Minél inkább, amikor 18 évesen találkozunk egy hallgatóval, akkor mögötte már egy élettörténet van. Sokkal inkább a tanító és az óvónénik esetében a korai fejlesztés az egy partner kapcsolat, de mégiscsak a tanító egy vezető szerepet tölt be az osztályban, egy oktatásszervező, ahol tényleg utat tud mutatni, személyes példával meg tudja ragadni a diákokat. Egyetemen nem érzem ezt a líder szerepet. Ma már egy ilyen információ alapú társadalommal rengeteg információval jönnek a diákok, és ma már a tanári tekintély, főleg az egyetemen nem feltétlenül arra alapszik, hogy ki tud többet. Amikor egy okostelefon van a kezünkben, az információ korlátlan. Az egyetemi tanárság egyrészt ezt a szakmai szocializációt jelenti, hogy mutatni személyesen, vagy akár a gyakorlatokon keresztül olyan szakembereket, akik követendő példák lehetnek, akár közigazgatásban, akár a pedagógiában. Olyan momentumokat biztosítani a hallgatóknak, amelyekben azt érzik, hogy igen, megéri itt lenni, megéri az időt erre áldozni, megéri az egyetemen jelen lenni, és hogy ha harmad év után, amikor elballagnak, azt érzik, hogy nem volt hiába való, és egy olyan képzéssel vannak a hátuk mögött, ami megélhetést biztosít, akkor azt gondolom, hogy megérte. De hogy ez az út, ez gyerekkorban kezdődik, ez biztos. Szeretnénk olyan értően olvasó, jó képességű, kreatív gyerekeket látni 18 évesen, akikkel könnyű, szép kutatói eredményeket elérni az egyetemen is. De hogy talán ez a folytonosság, hogy láttam, hogy honnan indulva, honnan, hova kellene érkezni, erre tudok mindig rácsodálkozni, hogy ugyanúgy össze vagyunk kötve láthatatlanba az óvónőkkel, mi egyetemi tanárok is, mint ahogy a gyerekek is, akik 18 évesen beérkeznek az iskolapadba, az ő képzési rendszerük elkezdődött már óvodába, és így kapcsolatban vagyunk az oktatási hálózattal, éveket meg generációkat átívelve. Jól érzem, hogy a tanár úr partnerként kezeli a hallgatóit? Én azt mondom, hogy csak így lehet, a modern szemlélet az már tényleg ilyen, hogy sokszor, és az egyetemisták itt majd meg is erősítenek, hogy ma már abban különbözik a hagyományos egyetemi rendszertől, hogy az első órán a hallgatók megkapják a kurzust, az információcsomagot. És akkor régen azzal telt az egyetemi kérdés, hogy az információcsomagot mindig felvágták, szeletetve és csepegtették. Ma már erre nincsen szükség. Önállóan szépen tudnak egyedül tanulni, dolgozni. Túl azon, hogy az információ csomagot megkapják, az lett az érdekes, hogy hogyan tudnak ebben mozogni, hogyan tudják ezt felhasználni, értően felhasználni, rámutatni azokra a pontokra, hogy a szakmai életükben hol tudják ezt felhasználni. Tehát, hogy sokkal hangsúlyosabb lett az a személytől személyig való munka, amit nem tudok elképzelni, hogy egy tömegoktatásban meg tud valósulni. Tehát egy 500-as létszámú nagy amfiteátrumban, ahol nem fontos a személyes kapcsolat, ott a szakmai szocializáció is nagyon nehezen megy. Ha megnézem a külföldi neves egyetemeket, mindenhol arról híresek, hogy nagyon kevés diákkal foglalkozik egy tanár. Tehát ma már a tömegoktatás az egyetemi szinten az nem működik, nincs is rá igény. Tehát ma már sokkal inkább a minőségen van a lényeg. A 90-es években itt Romániában fontos volt a mennyiség, mert hiány volt az értelmiségekből. De ma már úgy látjuk, hogy a munkaerőpiacon akkor tudnak elhelyezkedni, hogyha nagyon mélyen minőségi képzést tudunk biztosítani, és az a pár ember, aki a rostán fent tud maradni, akkor őt jó szívvel tudjuk elengedni a munkaerőpiacra is, és meg is állják a helyüket. Valamikor a 80-as években az egyetemi oktatás úgy történt, hogy beültünk a kurzusokra, ott mindenki körmölt. Jegyzetelt. 2 órát, 4 órát, mikor mennyit, kérdezni, hozzászólni, csak a szemináriumon. Manapság egy ilyen kisebb közösségben, ahol 10-20-30 diákban egy csoportban hozzászólhatok-e kurzusokon is a leadott tantárgyhoz. Igen, sőt, kifejezetten a tanárok kérdeznek minket, hogy van-e hozzászólásunk, szeretnénk-e valamit mondani, vagy van-e valami, amit nem értettünk meg. És nagyon is szeretik, hogyha hozzászólunk, így látják, hogy figyeltünk, és próbálkozunk megérteni az anyagot.
Viszont a szemináriumokon általában jobban feldolgozzátok az egész anyagot. Igen, általában a szemináriumokon ugye már egyéni munkáról beszélünk, tehát minden hallgató egyénileg bemutatja, ami ki volt neki osztva, de ilyenkor is én úgy gondolom, hogy tényleg egy kötetlen kapcsolat alakult ki köztünk és a tanáraink között. Ott is, hogyha bármilyen hiba van, vagy bármit nem értünk, azonnal elmondhatjuk, és akár a szeminárium alatt is megbeszéljük. Soha sem vonzott az, hogy egy hatalmas amfiteátrumba üljetek be azzal a pár száz kollégával, ahol megismerhetitek szinte az egész egyetemet? Hát talán kíváncsiságból kipróbáltam volna, de így most már azt mondom, hogy ez így volt jó. Kényelmesebb a kis közösségben Igen, tanulni? Nagyon családias a hangulat, és szerintem nagyon jó így. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik itt a kurzusok kapcsán mind a két szak olyan, hogy nagyon fontos, a tanárok is építenek a személyes tapasztalatra. Hát mindenkinek van arról tapasztalata, hogy milyen volt az ő tanítónénia, óvónénia, amit be lehet hozni az oktatási folyamatba. Másrészt, már 18-19 évesen elég sok tapasztalatunk van a közigazgatás rendszernek a működéséről is, és nagyon sokszor a kurzusokon maga úgy indul, hogy ezeket a tapasztalatokat behozva a tanterembe, és ezeket magyarázva, vagy ebből kiindulva szoktunk felépíteni akár egy előadást. És a másik, amit itt fél szóba itt említett a kollégina is, hogy nagyon nagy hangsúly van a kritikai szemléletre. Nagyon lehetőséget, sőt kérjük is szemináriumon, kurzuson is, hogy egymás munkáit kritikailag szemléljék. Nem csak arról szól ma az oktatás, hogy egy helyes válasz van, amit a tanár tud, hanem ebben a dinamikus interakcióban egymásnak a munkájára tudnak reflektálni, ami azon egy olyan készség, amire mindig kell, meg szükség lesz majd a munkahelyen is. Mi történik, ha ellentmond a véleményetek a tanáréval? Hát meg kell beszélni. Kimeritek nyilvánítani? Persze. Igen, tehát úgy gondolom, hogy olyan tanárok vesznek körül minket, akiknek el lehet mondani, hogyha nem értünk egyet valamiben. Ők igyekeznek meggyőzni arról, hogy azért az én véleményem az igaz, vagy elfogadják azt, hogy lehet a tietek más? Elfogadják, persze. Próbálunk általában közös nevezőre jutni, mivel nekik már nagyobb tapasztalatuk van, ezért mi még nem igazán tudjuk, hogy az helyes vagy helytelen, de észreveszünk a hibákat például, vagy hogyha valami nem tetszik, nem értünk egyet valamiben. Az, hogy a pedagógián miben áll a szeminárium, miben áll a gyakorlati oktatás, azt valahogy el tudjuk képzelni. Lehet, hogy azért nem teljes mértékben. Azon kívül, hogy tanítottok ti is, a kis tanítónénik, a kis óvónénik, a óvodába, iskolába, mikkel még foglalkoztok a gyakorlati oktatás keretén belül? Tehát ugye minden tantárgyat vezet egy módszertani tanár, amit jól megrágunk, azokat a tantárgyakat, illetve most nem tudom, hogy mi azt az hiszem, elképzelés azt a hiszem, hogy a művészeti ága, ami a legtöbb gyakorlati órát igényel. Igen, ez most volt első fél évben Muhi Sándor tanárúrral. Tehát annyi sok technikával, módszerrel ismerkedtünk meg, hogy nem is gondoltuk volna, hogy egy rajzóra annyira érdekes lehet, vagy annyira szemléletes. Ugye, hogy őt idézzem, nem magyarázd, hanem mutasd. Tehát ez a lényege, hogy nem elmagyarázom, hogy hajtom össze a papírt, hanem megmutatom. Régen pedagógiára csak az mehetett, akinek jó hangja volt, jó rajzképessége, a tornából is jó volt, és csak aztán jött a felvételi maga, ami abból állt, amiből. Manapság mehet-e pedagógiára az, akinek, teszem azt, nincs jó hangja, nincs zenei hallása, nem tud jól rajzolni, felfedezi-e később a képességeit, vagy meg tudja állni a helyét, ha esetleg egyik oldalba hiányos is egy kicsit a tehetsége?
Szerintem meg tudjuk állni a helyünket abban az esetben is, hogyha például nincsen olyan jó hangunk, mivel a média világában élünk, akkor segítségül veszünk egy egy lejátszót. De hát, mint ahogy tetszett mondani, ezeket a vizsgákat, hogy régen akkor vették fel a képzésre, hogyha volt előtte zenevizsga, most is vannak zenéből vizsgáink, csak nem előtte, hanem közben fedezzük fel, hogy például van hangunk, vagy tudunk rajzolni. Tehát ez attól függ, hogy a tanár hogy akarja kihozni belőlünk, vagy mi mennyire vagyunk partnerek ebben. Egy ilyen kis közösségben könnyebben elboldogul az, aki mondjuk nem olyan nagyon tehetséges egy bizonyos művészeti téren, ami tulajdonképpen szükséges egy pedagógus számára. Gondolom, nagyobb közösségekben, több százas diáktársaság előtt egy kicsit kellemetlenebb énekelni, ha nincs jó hangom, rajzolni, ha nem vagyok olyan tehetséges, vagy bevonulni a tornaterembe, ha 10-20 kilóval több vagyok, mint kellene. Tehát biztos, hogy a kis létszámot tekintve jobban megnyílunk társaink előtt, vagy jobban merünk segítséget kérni, és szerencsére a segítségkérésre mindig akad válasz. Én úgy gondolom, hogy ezeket a képességeket idővel lehet majd csiszolni a gyakorlat során, hogyha még most nem is annyira tökéletes. Miből áll a gyakorlati oktatás a közigazgatási szakon? Közigazgatási szakon mi ilyen előadásokra szoktunk elmenni, illetve ilyen megbeszélésekre, ahol képviselők vesznek részt. Például? Hát például a polgármester úrnak különböző megbeszélésein, ahol többen is részt vehetnek. Szóval a diákokat is beengednek. Tehát részt vesztek mondjuk a tanácsüléseken, hát, ahova hasonlók. Igen. A gyakorlati oktatásként elmehettek-e esetleg egy hivatalba besegíteni? Van-e erre igény, vagy egyáltalán befogadnak-e benneteket ilyen helyre? Igen, például a praktikával kapcsolatban, amikor praktikáznunk kell, akkor mehetünk ilyen közigazgatási hivatalokba is. És ott szívesen látnak, persze. Szó esett az előbb arról, hogy mindketten végzős diákok vagytok. Most jön az államvizsga. Miből írod a dolgozatodat, mi lesz a témád? Az én dolgozatomnak a címe Migráns, menekült, bevándorló, mítoszok és valóság, szóval egy aktuális témát fogok feldolgozni. Mit tudsz ebből szakmára vonatkoztatni? Ezt a kérdőjével fogom a dolgozatomat kutatni, amit a szatmáriaktól fogok megkérdezni, tehát hogy milyen előítéleteik vannak a migránsokkal kapcsolatban. Elkezdted-e már a munkát? Igen, már elkezdtem, de eddig inkább az elméleti rész van meg, ezután fog jönni a gyakorlati rész. Te mit választottál? A szerepjátékokat választottam, ezen belül a szerepjátékok által fejlesztem az óvodások gyermekek fantáziáját és kreativitását. Neked, mint pedagógusnak gyakorlati vizsgád is lesz az év végén. Megvan-e már határozva, hogy hol lesz a gyakorlati vizsgád? Még nincs. Még nincs. Tehát akkor dől el az utolsó percben? Az utolsó percekben, mondjuk? Hát nem, előtte meg fogjuk beszélni, de még pontosan dátumot nem tudunk. Hol gyakoroltok? Iskolában és óvodában is vagyunk. Melyik iskolákban? A művészeti liceumban vagyunk, az óvodában pedig a kinizsi óvodában. A diákság körülbelül milyen témákra koncentrál most az utolsó pillanatban, az utolsó 100 méteren? Miket választottak érdekesebb szakdolgozati témákat? Itt mind a két szakon úgy kezdődik, ez valamikor novemberben indul ez a folyamat, hogy a tanárok megajánlanak olyan témákat, amivel ők aktuálisan foglalkoznak és tudnak segíteni, de ez a téma választás, ez dinamikus, jöhetnek ők is ötletekkel,
itt közigazgatás szakon egyrészt vannak olyan konkrét projektekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó témák, mint a határmenti együttműködések, civil szervezetek és állami szervezeteknek az összehasonlítása. Évek óta folynak ebben a témában kutatások, profitorientált és civil szervezetek összehasonlítása, profitorientált és közigazgatási szervezetek, de vannak, akik a munkanélküliséggel, vagy éppen a nyugdíjrendszernek a problémáival, tehát olyan magasröptű társadalmi és államigazgatási problémákkal foglalkoznak, aminek valóban aktualitása van. És talán itt a bolognai rendszernek ez a nagy kihívása, hogy nagyon sűrű a program, régen egy kicsit több idő volt számva arra, hogy a vizsgák után csak az államvizsgára koncentráljunk. Ebben a bolognai rendszerben annyira benne vannak és együtt van, hogy a vizsgákra is ugyanúgy kell készülni, ugyanabban az időben párhuzamosan az államvizsgával haladni, hogy ez valóban egy nagyon megterhelő időszak a diákoknak. Itt én azt látom, hogy ahogy a harmadév elkezdődik novembertől decemberbe, egy olyan futásban és ilyen folyamatos stressz helyzetben vannak benne, ami majd amikor az államvizsgáról kijönnek és kifújják az első lélegzetet, akkor lesz annak vége tulajdonképpen, de egy nagyon megfeszített munkájuk van. Nagyon megfeszített, de viszont nagyon szép munkájuk van, és minél inkább megismerjük a Szatmári Bábösbolyai Tudományi Egyetem kirendeltségét, annál többet tudnánk róla beszélgetni. Így műsorunk végén azt hiszem következtetésként csak biztatni tudjuk a diákokat, válasszák azt, hogy Szatmáron tanuljanak tovább. Akinek van lehetősége, nem azt jelenti, hogy feltétlenül maradjon itt, mert vannak máshol is egyetemek, de akik dolgozni szeretnének, vagy az anyagi lehetőségük korlátozott, vagy inkább jobban szeretnének tényleg itt hol tovább tanulni, tegyék meg, válasszák a Bábösbolyai Tudományegyetemet. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Kedves nézőknek köszönjük szíves figyelmüket, a viszontlátásra!